A Sárospataki Művelődés Háza könyvtára jelentős szerepet tölt be a város életében, illetve a járás területén található, további 15 kis településen található könyvtár életében. Tavaly jelentősen megnőtt azok száma, akik valamilyen okból betértek a Sárospataki könyvtárba. A hagyományos könyvtári kölcsönzés mellett ugyanis számos egyéb szolgáltatást vehetnek itt igénybe az érdeklődők. Több mint 30 ezeren vették igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A kölcsönzések száma is meghaladta a 20 ezret, tehát ez mindenképpen pozitívum. Nagy öröm nekünk, hogy a felnőtt olvasókat nem vesztettük el, sőt, egyre többen vannak. A dokumentum beszerzésnél elsődleges szempontunk a gyorsaság és az olvasói igényekre való reagálás. Tehát figyelembe vesszük az igényeiket, miket keresnek, és ezeket nagyon gyorsan beszerezzük, és 2-3 napos feldolgozási határidővel sikerül az olvasók kezébe adni a dokumentumokat. 2014-ben megnőtt az úgynevezett könyvtárközi kölcsönzések száma is. Emellett a járásban található kistelepülési könyvtárak kiszolgálása, a rendezvényszervezések is a sárospataki feladatok közé tartozott. Itt a településen pedig új rendezvények és már hagyományos események is várták és várják 2015-ben az olvasókat. Emellett az internet adta lehetőségek is segítik a könyvtárosokat és az olvasókat. Még a mikorosztályunk által megismert könyvtár funkciója teljes egészében megváltozott. Ma már a dokumentum szolgáltatás kevés. Ami van, az is átfunkcionálódik, hiszen beszéltem a könyvtárközi kölcsönzésről, illetve az elektronikus dokumentum szolgáltatást is megemlíthetném, ahol egyre nagyobb szerepet kap az elektronikus feldolgozás, a DVD-k, CD-k kölcsönzése, és mindenképpen a világháló kihasználása is nagyon fontos. Ezt mindenkinek tudjuk ajánlani, hiszen a könyvtárunkról szóló ismertetések, beszámolók mind a világhálón, a közösségi honlapokon elérhető, illetve a könyvtárunk saját honlapján is. A Sárospataki Művelődés Háza könyvtára a már hagyományos szolgáltatásokon túl ebben az évben is számos kulturális programra várja az érdeklődőket.